A kivitelezési munkát azt nekünk az az első kérésünk, hogy az ároknak a szelvényei legyenek kitűzve, ugye ez benne van a ajánlati árba. Átadták a munkaterületet, az önkormányzat megbízásából a DC Dunakom ZRT elkezdi a város külterületi árkainak rendezését, tisztítását és profilozását. Az érintett területeken több éve nem végeztek fenntartási munkálatokat, a karbantartás azért fontos, hogy a fás és látszárú növények irtásával, a fák kivágásával biztosítsák a csapadékvíz rendezett elvezetését. A külterületi árkok közül két árok kerül most idén megújításra, felújításra, takarításra. A vörösmalmi árok az közel 4000 méter hozban, összesen 4000 méter hozban, a gyapai árok pedig 1300 méter hozban. Ezek nem összefüggő szakaszok, hanem csak az önkormányzati tulajdonú szakaszok kerülnek felújításra. Forgalomkorlátozás nem várható az érintett szakaszokon, az árkok többsége földutakat keresztez. Amennyiben mégis szükségessé válik a részleges útzár, a lakosságot időben értesítik arról. Az önkormányzat 5 külterületi árokért felel, ezek gondozását folyamatosan ellátják. Idén erre volt egy keretösszeg, amiből ezt a két árkot tudjuk elvégezni. A másik három ároknak a fenntartását valószínűleg jövőre fogjuk megcsinálni, a költségvetés erre majd fog keretet biztosítani. A beruházás összértéke bruttó 54 millió forint. A szerződés szerint a munkálatokat december 15-ig befejezi a kivitelező DC Dunakom ZRT.